A szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum is csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos programsorozatához. A négy helyszínen megrendezett színes kavalkádban minden résztvevője veszhette az éjszakai barangolást. De még a gyerekeket is érdekes, játékos tevékenységekkel várták. Idáig az Államházát nézték meg, hogy azzal szeretnénk majd mi játszani. Igaz, hogy nem ismerjük. Igen, nekem szerintem tetszik. A szekszárdi múzeum minden évben csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Már délután 5 óra körül tömegek érkeztek, hogy megtekintsék a nem mindennapi programokat. 2023-ban is csatlakozott a szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum a Múzeumok éjszakai rendezvény sorozathoz. Idén is mind a négy kiállítóhelyünkön szerveztünk programokat. 17 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket. Van egy vezérfonala ennek a mai napnak, ez nem más, mint a zene, ami abból adódik, hogy két időszaki kiállításunk, a Vármegyeházán a Bogár István 100-as emlékkiállítás, illetve a főépületünkben az Omega 60 kiállítás, mind a kettő kapcsolódik népzenéhez, illetve a rockzenéhez, úgyhogy próbáltunk ehhez adódóan koncerteket szervezni. A Babics házba Kovács Gábor egy zenetarisznya című zeneösszeállítást ad elő, táncházat fog produkálni a Csurgó zenekar este 8 órától, illetve 10 órától a főépületbe Szekeres Tamás, az Omega együttes egykori zenésze Omega számokat akusztikus módon ad elő, tehát egy órás koncert keretébe. Az épületnek ilyenkor olyan részeit is megnyitják a látogatók előtt, amiket különben lezárva tartanak. A szekszárdi intézményben a mára már hagyománnyá vált elemlámpás padlástúrát is megtartották. Emellett rengeteg játékos elemet is, foglalkozást is tartunk, tehát a legkisebbekre is gondolva, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, megyeházán, főépületbe, Babicsházba, egészen az idősebb korosztályig úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja itt a program kínálatba az őt érdeklő programelemet. És hát ami nagyszerű ebbe a dologba, ez nem szekszárdi találmány, hát mivel országos rendezvényről van szó, hogy itt egy karszalaggal lényegében mind a négy kiállítóhelyünk látogatható. 6 év alatt pedig még ráadásul ingyenes is. Úgyhogy ez így szokott zajlani, és nagy öröm, hogy most már is szépen folyamatosan jönnek a látogatók. Kiállító helyénkre, termeinkben külsősök is besegítenek, és felügyelik azokat a termeket. Vannak kijelölt helyszínek, folyosón például a kézműves foglalkoztató, a második, az Omega kiállítás melletti másik terem lesz a koncert termünk a főépületbe, a könyvtárterembe van most egy hangszerelem stúdiónak egy produkciója, majd egy kvízműsor is lesz, tehát ilyesfajta játékok is. Az emeleten a régebbi időszaki termünkbe, ott társasjátékklubot tartunk, tehát az is mostanában népszerű. Aki látta ezeknek a reklámanyagát, az körülbelül sejteti és tudhatja, hogy milyen jellegű játékokkal találkozhatnak, és nagyon reméljük, hogy ez eljut azhoz az érdeklődő réteghez. Bármegye szerte több helyszínen is voltak érdekes szórakozási lehetőségek. Bonyhádon is élvezhették a látogatók az éjszakában nyúló történelmi kalandozásokat. A Haramzatestvérek jóvoltából még bajvívás bemutatót is láthattak. Mi a 14. század végével, 15. század elejével foglalkozunk ennek a korszaknak a hadi kultúrájával. Ez egy nagyon izgalmas és azt gondolom, hogy magyar történelemben egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. Ennek sok nyoma fölvehető, vagy fölfedezhető, amit mi látunk itt az alapvetően most a klasszikus nyugati mintájú nehéz páncélos harcászat, mind lovas, mind gyalogos vonatkozásába. De még az épületben is megtekinthetőek voltak a korabeli fegyverek, viseletek. Az a célunk, hogy minden évben valamilyen újszerű programot mutassunk a bonyhádiaknak, illetve az érdeklődő völgységi közönségünknek, és bízom benne, hogy tavaly ez sikerült, és idén is sikerülni fog. Mik ezek az újdonságok, mondjuk idén minden találkozhatnak a fiatalok? Haramzatestvéreknek a lovagi játéka az, ami Bonyhádon még sohasem volt, tehát ez mindenképp egy újdonságnak tekinthető. Emellett természetesen különféle kórusok fellépések, táncdal, különféle szavalások, illetve mindenféle gyermekeknek szánt program az, ami korábban még nem volt elérhető. Ezzel igyekszünk valamilyen újdonságot hozni Bonyhádra.
A Dombóvári Művelődési Ház is csatlakozott az országos megmozduláshoz. Itt 11 helyszínen várták a vendégeket. Ilyenkor csatlakoznak hozzánk olyan kiállítók is egyébként, akiket évközben nem annyira látogatnak, mert mondjuk korlátozott a nyitvatartásuk, és az is egy nagy öröm, hogy közlekedik a városjáró kisvonat 18 órától, így ki lehet menni a helyszínekre. Annak külön örülünk, hogy például külső helyszínként a Tüskei Horgásztóra Madárvártához lehet menni, a gyűrűzési bemutató van, illetve a tárlatot mutatja be Nagysanyi bácsi, és a Szőlőhegyi Alkotóház, mint Dombóvárhoz tartozó városrész, ott is nagyon érdekes, épp most egy láncfűrészes szobrásznak van a bemutatója, de hát ezen kívül még látogatható a mozi, ami egyébként évközben nem, látogatható a Rízemlékház, aztán természetesen a helytörténeti gyűjtemény, ott is új kiállítással készültünk. A 21. Múzeumok Éjszakáján országosan 450 intézményben több mint 2700 programmal várták a látogatókat szombat délutántól vasárnap hajnalig.